Luszinszendi Romulus altábornagy a Magyar Honvédség parancsnoka vezetésével és az alakulatok parancsnokainak részvételével tartották meg a havi parancsnoki értekezletet a Honvédelmi Minisztérium Lehel utcai objektumában. A rendezvényen részt vett Sándor Zsolt vezérőrnagy a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese, valamint Bozó Tibor vezérőrnagy a Magyar Honvédség parancsnoksága törzsfőnöke is. Az értekezleten egyebek mellett az altábornagy megköszönte a déli és a keleti határon szolgálatot teljesítő katonák munkáját és fegyelmezettségét. Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a keleti feladatban aktívan, biztosították az állományt a kezdetektől, biztosítják az állományt jelenleg, mert meggyőződésem, hogy a magyar emberek érzik az, hogy valóban számíthatnak a magyar katonára. Ez nektek, és rajtatok keresztül az állománynak köszönhető. Nem kellett foglalkoznom fegyelemsértéssel, nem kellett foglalkozni kirívó esetekkel sem a keleti, sem a déli határ mentén. Az értekezleten a Magyar Honvédség parancsnoka értékelte az elmúlt időszak eseményeit, majd ismertette a jövőben várható feladatokat.